fogadja engem, ne? 11 pontban, az NMP pontban. Tudja, hogy mennyi az adó? Maga. Ennek a sem adó. Mit szórakozik? Volt, hogy engem például leköptek. Olyan is történt, hangos kommunista fölkiáltással. Reggel konyha tündér azért? Nem, sőt, nemrég tanultam meg főzni. Valószínűleg az egyik legkeményebb interjú szituációban valaha is voltam, ami most éppen nem történik. Komplett interjú zajlik, amiben olyan kérdéseket kapok, amiket soha senkitől még nem kaptam. Amióta közszereplő, azóta megváltozott az élete? Elég alaposan. Ez mit jelent? Hát, hogyha mondjuk magánszférának a műsornak a címe, akkor az az, ami nekem megszűnt. És ez mennyire könnyű vagy nehéz volt feldolgozni? Vagy hogyan lehet ezzel együtt élni? Milyen fokozatosan történik, ezért jobb. Mi volt az ilyen első durva szituáció, amiből látta az, hogy tényleg eltűnt a magánszférája? Az volt, hogy Balatonparton el akartunk nyalni egy fagyit a férjemmel, és leültünk a Balaton partjára, és ott volt minden, a férjem, a fagylalt meg a víz, és abban a pillanatban megjelent két választópolgár, akik így odajöttek hozzánk, és azt mondták, hogy maga úgy néz ki, mint a Szél Bernadett. És mondtam, hogy igen, jó napot kívánok. És abban a pillanatban végignéztem azt, hogy a fagyi szépen elolvadt a kezemben, mert egy nagyon érdekes történetet meséltem, ami tényleg fontos volt, és elkezdtem dolgozni. Jó reggelt, látom már! Sziasztok, gyertek! Arra nem készültem, hogy ilyen hideg lesz. Sziasztok, ez jó reggelt! Van. Lányok, gyertek, mutatkozzatok be Juditnak! Hello, Mirella, Péterfi Judit! Hello, Estella! Anyát meg is velem! Így kezdődik, jártok a reggel! Kettes! Mindig csapunk ma, jó? Jó, rendben van. Ez izgalmas. Ma nem én mentem a kamerához, hanem a kamera jött hozzánk. Mikor aludt egy ilyen jót igazán? Hát, azt most így hirtelen nem tudnám felidézni, de az biztos, hogy ha lehetne három kívánságom, akkor még a második az lenne, hogy egy jó, kiadós, éjszakai alvás, úgy időben elaludva és reggel bármeddig. Az a baj, hogy idő után, hogy az ember már nem is tud, szerintem reggel így sokáig aludni. Mi lenne az első kívánság? Mert ugye azt mondtad, hogy a második a jó alvás, az első kívánság, az mi lenne? Hát... Az első kívánság? Hát most ezt én még, ezen még nem gondolkodtam, de hirtelen még azt mondom, hogy Budapesten legyen olyan közlekedés, hogy ne legyenek sehol dugók, tehát az lenne, ami az életminőségemet leginkább befolyásolna, azt hiszem. Igen, segíteni? Agglomerációban élek, tehát innentől kezdve teljesen kiszámíthatatlan, hogy valahova 20 perc alatt érek oda, vagy egy óra 20 perc alatt. És a harmadik kívánság, ha már első kettőn túl vagyunk ma reggel. Van ilyen? Hát... Kell lenni valaminek. Nem tudom, tehát az, hogy mi legyen ötször ekkor az NMP frakció, hogy ne kelljen ennyit dolgozni. Igen? Mondjuk hány ember munkáját kell akkor elvégezni? Szerintem úgy átlagban 3 hét végezzük el. Mm. Tehát, hogy az a munka, amit egy frakciónak meg kell csinálni, szerintem az 15 ember alatt az tehát tekintve, hogy mennyi szakterület van, meg mennyire adhok az egész, ahogy a kormány gondolja, úgy tolja be a javaslatokat, és olyan az időrend is. A 15 főnél kezdődik az, hogy az ember tényleg oda tud rendesen egy témára koncentrálni, el tud merülni benne. Egyébként így 5 emberrel ez borzasztó megerőltető. Akkor jöttünk Budakeszire, amikor még mielőtt elhatároztuk, hogy családot szeretnék, és férjemnek vannak Budakeszi gyökerei. Pátyra megyünk most, Óviba, suliba? Igen, szerencsére ellenkező irányban vagyunk a forgalommal, tehát mondjuk ilyenkor nincs dugó. Beleszoktak a gyerekek is, gondolom. Igen, és érdekes már, hogy rugalmasak vagyunk, és nem érezzük káosznak, tehát nincs az, hogy fejetlenség lenne, vagy szétesnénk, hanem... Az űrzavar valahogy összeszedetten működik. Az elején nem ment ilyen jól, azt megmondom őszintén, ugye én fél éves voltam, amikor szóvivő lettem. Én fél éves volt a gyerekem, amikor szóvivő lettem. Néztem, mondom, mi? Valamiről lemaradtam? Ezek szerint én is. Fél éves volt az Esztel, amikor szóvivő lettem, és akkor még így tényleg az volt, hogy így olyan furcsa volt, hogy hirtelen így mennyi dolgom lett. És akkor az volt egy nagy váltás, amikor képviselő lettem, és akkor értettem meg, hogy ez most már így marad, el kell fogadni, és ki kell fejleszteni azokat a taktikákat és stratégiákat, ahogy ez megoldható.
Köszönjetek Judittól. Szia, Judit. Ciao, ciao. Nagyon sok levelet kapok, ami azzal kapcsolatos, hogy hogy nézek ki, vagy éppen hogy áll a hajam. Ez meg mit jelent pontosan? Hát, kritizálják egy a haját, kettő a külsejét? Vagy mondjuk vannak, igen, de szóval általában ezek ilyen kedves levelek, amiben segíteni próbálnak abban, hogy jobban nézzek ki, mint ahogy éppen kinézek. Voltak ilyen híres bakiaim, úgyhogy... Az mit? Ne, híres bakia. Erre most lecsaptam nagyon gyorsan, igen. Hát ugye, amikor az ember kezdő politikus, akkor így nem tud olyan dolgokat protokollból, amiket, hogyha az ember rutinos, akkor már például tud. Uh-huh. Most már ilyen alapvető dolgokat megtanultam, hogy például, hogyha országjáráson vagyok, akkor csak lapos sarkú cipőben vagyok, hogy nagyjából reggeltől estig médiaképesnek kell lenni, mert a legváratlanabb pillanatban bukkan fel egy kamera, és kérdezi meg, hogy mi a véleményem egy adott törvényjavaslatról, és ugye ez megtörténhet, nem biztos, hogy a Fehérházban vagy a parlamentben, de adott esetben még egy forgalmasabb bevásárlóközpont előtt állva is. Valószínűleg az egyik legkeményebb interjú szituációmban valaha is voltam, ami most éppen velem történik. Itt állok, nem tudom, három kamera van körülbelül, és egy komplett interjú zajlik, amiben olyan kérdéseket kapok, amiket soha senkitől még nem kaptam. Az olyan furcsa volt, az első mondata az volt, hogy azért, mert az ember politikus még nő. Ezt hangsúlyozni kell? A helyzet az az, hogy ugye ez egy érdekes dolog. Mondják az embernek, hogy ne felejts el azt, hogy nő, és hogy ne legyen kemény, meg jönnek ezek az elvárások. Ami szerintem így azért nem stimmel, mert hogy attól még, hogy az embernek van egy neme, mondjuk azt, hogy nő vagy férfi, attól még bármilyen szakmát el tud látni, és hogy attól még, hogy én politikus nő vagyok, nem kell csinosabbnak vagy kedvesebbnek lenne, mint hogyha férfi lennék. Tehát én soha nem hallottam még egy politikus férfi irányába megfogalmazni azt, hogy úristen, hogy áll rajta az akója, miközben beszél. Én meg már kaptam olyan leveleket, hogy nem tudom, be volt ez a galérom, ez tűrődve, és hogy nem úgy állt nyilatkozatkor, mint ahogy kellett volna, és igen, ezeket meg kellett tanulnom. Jobban megfigyelnek egy adott szituációban, mint egy férfi. Kritikusabb szemmel nézik. Igen, és ezt úgy fogalmaztam meg, hogy azt hiszem, nekünk kétszerűen gyorsan kell futnunk, és háromszor magasra kell ugranunk, mint egy férfinak, mert hogy egy csomószor látom, hogy férfi egy kicsit borostás, vagy nem kap kritikát, kérdeztem is, hogy jött valami levél, nem foglalkoztak vele. Én nekem egész gyűjteményem van már abból, hogy kócosan nyilatkoztam, úgyhogy ezt el is mentettem, mert néhány olyan cuki benne, hogy tényleg így, ha rossz kedvem van, akkor elolvastam. A magánszféra a műsornak a címe, de hogy a magánszféra az önnél meddig tart? És honnan ne tovább? Amint kilépek, szerintem ezen a kapun, amin bejöttünk, ott van nagyjából vége a magánszférának, de hogy most már az sincs, mert hogy éppen itt beszélgetünk a fán, tehát a helyzet az, hogy szerintem ez egy olyan dolog, amivel már így nem nagyon érdemes foglalkoznom, mert hogy közszereplőként az ember tényleg, ha elmegy a boltba, ugyanolyan közszereplő, mint amikor benne a konyhában főz, vagy éppen a parlamentben felszólal. De szerintem ebben nem kell így belefagyni, meg ezzel nem kell nagyon foglalkozni, meg különben tényleg megöli az életet, úgyhogy inkább így el kell fogadni, hogy most ez van, és együtt kell tudni vele élni, alkalmazkodni kell. Erről szól a történet, hogy kimegyünk az utcára, én fogom az éppen aktuális kiadványunkat, most ez a 11 pontunk van, és oda megyek az emberekhez, és megpróbálom őket meggyőzni arról, hogy az LMP az ő pártja. Érdekes, én azt gondolnám az elnökökről, alelnökökről, hogy így nem mennek ki az utca, és nem mennek oda az emberekhez, mert hogy így leesik a karika, hogy jöjjön majd az újjukról, és akkor nem, ők nem. Vagy lehet igen? Lehet más. Hát én így speciál ezzel jobban érzem magam, mint a parlamentben. Tehát nekem a politika az mindig az emberekről szólt, és az egy ilyen teljesen idegen, életidegen laboratórium, ami a parlamentben zajlik. Sokkal magasabbra tettem a színvonalat, mielőtt országgyűlési képviselő lettem, és amikor bementem, akkor nekem teljes csalódás volt az, hogy ott milyen stílus megy, és nem csak az, amit ugye nyilván hallanak a választópolgárok a mikrofonban, hanem például, ami azon kívül megy. Nagyon cseres a történet, mert a mikrofonban például nem hallatszik a háttérzaj. Én amikor otthon megnézek mondjuk egy felszólalást, akkor így, mint hogyha egy másik világba járnék. Mert hogy való életben ez úgy néz ki, hogy legtöbbször én olyan ordítozás, hogy a saját hangomat nem hallom. Ez mondjuk az én esetemben tipikus, éveken át ott ült mögöttem a Fidesz közepe, és folyamatosan mindent kommentáltak. De tényleg, szóval... Na, akkor meg lehet edződni az embernek, nem? LMP 11 pontja, összefoglaltuk a programunkat, Szél Bernadett vagyok. Elfogták. Jó, most írják is. Valamot, uram, fogadja engem, ne. 11 pont van, az LMP pontja. Tudja, hogy mennyi az adó? Maga. Ennek a szemben.
Mit szólnak, Kati? Ilyen incidens egyébként történik? Tehát, hogy vannak helyzetek. Előfordul? Vannak helyzetek. Volt, hogy engem például leköptek. Olyan is történt, hangos kommunista fölkiáltással. Hogyan lehet erre felkészülni? Nekem egy vágyam volt mindig, vagy egy kérésem van. Tehát nagyon, nagyon sok indulat van az emberekben, én ezt érzem és látom. Van, aki visszafogja, és van, aki nyilván nem tudja visszafogni. Tehát ez nyilván ezzel az órán ez történt meg, hogy egy ilyen pillanata következett be. Nagyon, nagyon elszaladtak az indulatok az utcán. Tehát én azt gondolom, hogy igenis van a politikusoknak, és a minél nagyobb az erejük, annál nagyobb felelősségük van azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabadítja rá az indulatokat az országra, mert hogy ez ennek egy ponton túl nincs lehetősége, hogy meggyógyuljon, vagy helyreálljon. Ilyen kommunikációs tréningen nem tanítják önöket, hogy például az ilyen helyzeteket hogyan kell kezelni? Én igazából így az életben edződtem politikusként, tehát az én pályafutásom az nem arról szólt, hogy nem tudom, sztárisztok, vagy kommunikációs tanácsok, nem tudom, kicsodák adtak volna kézről kézre. Tehát amit én megtanultam, azt így az utcán tanultam meg. És én bátran állíthatom, hogy a legtündéribb, a legkedvesebb embertől a legfelháborodott is sok minden van. Uh-huh. És ezt valahogy így, én ahogy országot jártam, egy csomó kampányt végigcsináltam, megtanultam kezelni, hogy mi az, ami belefér, hát nyilván a fizikai, az semmiképpen nem fér bele. Az erő... De van, aki megvédje? Hát azért nincs. Hát mondjuk, ha most ide jönne, nem tudom, tehát olyan még nem volt, hogy odajött volna három kigyúrt kopasz, de mondjuk a Nemzeti Választási Irodánál történtek, azok például azért is háborítottak fel, mert hogy következmény nélkülisége, mert hogy innentől kezdve például itt nem tudom, hogy az országban hol lesz a határa, hogy mikor lesz mondjuk egy olyan szituáció, hogy odaállnak az emberek, hogy ne nyomjak meg egy gombot, mint parlamenti képviselő. Tehát azért mondom, hogy a népképviseleti szerv ellen történik egy ilyen, arra az nálam azért is volt egy vörös vonalon bőven túl, mert hogy az már bőven azon vörös vonalon túl van, amit demokratikus keretekben belül értelmezni tudunk. Tegnap Nagykanizsán volt egy hölgy, aki nekem olyan szavakat és olyan mondatokat mondott, ami szerintem 3 hétig feltöltött energiával, mert ő pontosan arra emlékeztetett, hogy igen, tehát ő az ember, akiért én politizálok. Ön minek készült gyerekkorában? Készült valaminek? Annyira tudatosan építette fel saját magát, illetve azt gondolom a karrierjét, hogy benne van az, hogy gyerekként is megálmodta az, hogy politikus lesz. Ez az érdekes benne, hogy egyáltalán nem tudatos a történet. Tehát tudom, hogy ez kívülről teljesen úgy néz ki, mert ugye egyik lépés a másik után, de hogy inkább ez sorszerű lehet maximum, de hogy én, nekem ez így valahogy így mentem, és így jöttek ezek a feladatok, amiket föl kellett vállalnom. És azért mondom, hogy kellett, mert csomószor így nem volt választásom, vagy olyan választás lett volna, amit meg nem lehetett volna fölvállalni. Gyerekként meg én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy meghagytak gyereknek lenni. Hagyták azt, hogy az a természetes kíváncsiság, ami volt bennem, az arra elkalandozza a különböző tudományterületekre. Nagyon sokat olvastam, és néztem a szüleimet, akik orvosok. Hát azt gondoltam, hogy az nem leszek. Akkor orvos nem lett, és akkor így hogy jött a közgazdaság? Az alapvetően az egyetem alatt, dehogy is a gimnázium alatt jött, és az egyetem volt szimpatikus. Tehát ez érdekes nekem, ez a közgáznak azokat, amiket ott tanultak, azok a tárgyak, engem az érdekelt, meg az, hogy egy nagyon széles, úgy éreztem, hogy egy nagyon széles kitekintésem lesz a világ dolgaira. Alapnak jó volt ahhoz, hogy utána statisztikával foglalkozom, vagy éppen kutasson az MTA-n? Ez megint nagyon érdekes, mert hogy igazából ugyanaz a kíváncsiság hajtott kutatóként is, ami gyerekkoromban is bennem volt. Ha én elmondom itt a véleményet, azt most kinek is segít, vagy miért is jó? Az emberek inkább már csak legyintenek, nem? Hát nem. Például én egy ilyen standolás után legalább 3 vagy 4 olyan történetet kapok, amit utána a parlamentben vagy írásbeli kérdés, vagy direkt felszólás formájában hasznosítunk, úgymond. És innentől elkezdve direkt segítünk abban, tehát közvetlenül segítünk abban, hogy az embereknek a története bejusson oda, ahol a döntések megszületnek. Ez egész elképesztő. Ennek ott van relevanciája? Hát persze, hogy van. Tehát az ellenzéki munka, az, most tudom, hogy Magyarország nagyon speciális helyzetben van, és a kormányunk az olyan, amilyen. De hogy nekünk szerintem ezért ellenzékben ennél inkább oda kell figyelnünk arra, hogy amit csak tudunk, azt megtegyük. Én úgy kerültem a magyar parlamentbe, hogy a Fidesz ült velünk szemben, és én még nem politizáltam úgy, hogy egy normális működő demokráciában, hogy a pártok figyelnek egymásra és egymás javaslataira, stb. Többször hangsúlyozta a demokrácia hiányát. Igen. Igen. Most mi szerintem ez az ország
és nyilván ebben a kormánynak van felelőssége, hiszen ők kormányoznak, többször átlépte azt a vörös vonalat, amit egy demokrácia nem tehet meg. Ugye most egy nagyon speciális időszakban vagyunk, egy borzalmas kampány után, és szerintem ez is egy újabb jel, hogy el kell kezdenünk teljesen máshogy viszonyulni a mindennapokhoz, és azokhoz, és ezért vissza kell szereznünk a politikát, mert és ezt most úgy mondom, mint az utcaembere, mert hogy én soha nem akartam olyan politikus lenni, mint ők. És hogy még van valaki, akire számít, hogy valamennyire a magyar politikában. Köszönöm szépen! Jaj, nagyon örültem ennek a megjegyzésnek. Jó napot kívánok, asszonyom! Elfogadja az LMP programját? Na, ismerem. Biztos? Nézz át! Jó. Én nagyon sok fideszestől megkérdeztem, hogy miért nem hagyta ott a pártját. Hát, amiket... De miért? Azért, amilyen emberként megismerte őt, és igen, amit más, képvisel? Tehát, igen, tehát egy olyan embert látok, aki akár még szimpatikus is, és amikor látom, hogy nyomja a gombot, akkor olyan dolgokhoz adja a nevét, ami elfogadhatatlan. És nem próbáltam megérteni, hogy juttak el emberek odáig, hogy nem, ha a pártjuk kilép az ő tartományokból, akkor nem mennek. Mit mondanak szemtől szembe? Hát többféle válasz van, de mindegyik olyan kognitív diszonancia, ami szerintem nem ad felmentést. Tehát én azt gondolom, hogy a kényelem az egy nagyon nagy probléma. Tehát, hogy kényelemből ez az, mennek igen, bele rossz döntésekbe? Én azt látom, hogy megszokták azt a... nem tudom, mert a kis székünket ott a parlamentben, meg a kis királyságokat, a jó léte. Pozíció. Igen, hozzászoktak, és uh-huh. Ha volt is bennünk motiváció arra vonatkozóan, hogy valamit elérjenek, az valahogy így az évek során, ahogy így mentek a mindennapok, az valahogy átalakult valami teljesen más. Jó, de ezt csak a kormánypártnál látja egyébként? Velük beszélgettem ilyenekről, mert azért, tehát a Fidesz egy hatalmas metamorfózison. A Fidesz egy hatalmas metamorfózison ment keresztül, tehát én teljesen mástak. Teljesen másnak láttuk, hogy a 25 éve ezelőtt őket, 26, mint most. És engem tényleg érdekelt, hogy mi történik így ezekkel az emberekkel, mert végsősorban a pártokat emberek csinálják. Beszélgetünk arról, hogy az ön családja az igencsak jobboldali beállítottságú volt, van, lesz, nem tudom, hogy most hogy áll a helyzet, de régen az volt, és ön is Fidesz szavazó volt. Kiábrándulás, csalódottság, milyen volt a régi Szél Bernadett, és milyen a mostani? Azért csatlakoztam ehhez a párthoz, mert nem volt kire szavaznom. Tehát ez egy olyan megoldás, hogyha az embernek nincs kire szavazni, akkor vagy otthon marad, vagy csinál egy pártot. A családomról pedig annyit, hogy mindenki örült neki, és nagyon büszke volt rá, hogy új utakra lépek, ami esetemben a politikát is jelentett, tehát akkor kezdtem el politizálni. Létre. Okay. Azt köszönöm. Ez ma az én feladatom, a létrásnél. Uh-huh. De hogy már hogy a tetejéről kéne, már hogy azok érettebbek? Igen, igen. A így szalunk. Van. Így van. Hú, ez tényleg jó. Nem itthon csináljuk, mert a berendezés, ami ehhez szükséges, az kölcsönbe kapjuk. És ezt általában úgy szoktuk meghálálni, hogy egy részét az elkészült asszalványnak átadjuk. Ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás. Mert nem egyszerű, tehát egy ilyen gép az azért nem kifejezetten olcsó, és több család használja együtt. De miért vegetáriánusan? Valószínűleg köze van ahhoz, hogy nem akarok állatokat ölni. És hogyan tudja ezt pótolni? Ilyeneket? Na igen, ilyenek? Szóval, hogy ezért kell az egészre egy kicsit jobban figyelni. Felmászok, mert ott vannak érettek. Jó, igen, az. Igen? Igen. Szóval a helyzet az, hogy ez egy kis tudatosságot azért igényel, mert be kell vinni a fehérjét, meg minden mást. Az egész kertünk úgy van megcsinálva, hogy mindig érik valami. És, és legalább, és most már a gyerekeim, vigyázzon magára, vigyázzon magára. valami borzasztó instabil helyre sikerült felállítanom ezt a... Jó, hogy a gáz van, akkor... Szóval, hogy az úgy lett felépítve? Igen, hogy mindig érik valami, és azért annak így örülök, hogy a gyerekeim, aki próbálom megtanítani, hogy melyik növény, hogy néz ki, melyik részét esszük, hogyan tudunk tartósítani, miből főzünk lekvárt, hogy készül. Aha. Az a nagy ambícióm, hogy csirkéim is legyenek, mert most egyelőre egy farmról hozzuk a tojást. Sajtojás, ilyesmi, az mehet? Igen, tehát én azt eszem, tojást is eszem, meg tejtermékeket is, nem mindegy, hogy milyen, tehát azért erre próbálunk figyelni. Akkor reggel még konyha tündér azért? Nem, sőt, nemrég tanultam meg főzni. Tényleg? Nekem egy olyan férjem van, aki nálam 20-szor jobban főz, most is jobban főz, de 100-szor jobban főzött, és én elkényelmesedtem mellette, mert hát az ember miért csapálja magát, hogyha bemegy a konyhába, és gyakorlatilag olyan ételeket hoz ki, hogy szerintem bármelyik étterem büszkén felszolgálná. Ilyen alapételeket meg tudtam csinálni, de azért most már
halad. Ilyen szebb dolgok is jönnek. Tehát jó, hát, fügélye jó. Hát köszönöm szépen. Most bevisszük, és akkor ez ma este el fog kezdeni asszalódni. Még mielőtt megeszem az egészet. Ügyek találják meg önt, vagy ön találja meg az ügyeket? Mind a két út létezik. Van, hogy amikor kínálok például országjáráson, köztéri fogadórán, direkt azért jönnek hozzám, hogy elmondják az ügyet. Van, amikor meg egyszerűen én találkozom valamivel az újságban, amin elkezdek így nyomozni, és belefutok egy olyan helyzetbe, amit alaposabban meg kell néznünk. Ön nyomoz? Hát nem vagyok egy oknyomozó újságíró, de hogyha mondjuk valaki ír egy érdekes cikket, egy nem tudom, bármilyen politikai ügyről, aminek szerintem lehet folytatás, akkor ott van egy csomó eszközöm, amivel tovább mehetek, írásbeli kérdést nyújthatok be, vagy parlamentben kérdezhetem az illetékeseket. Bevágja az ajtót egy csomó olyan megoldás előtt, amelyet a becsontosodott, beszűkült és idejét mond gondolkodásukkal és a fele nagy kapzsiságukkal megfosztanak minket attól, hogy energiahatékonyságot növeljünk ebben az országban. Hogyan és miképpen vonja felelősségre a kormányt, és milyen eredménnyel szokott ez zárulni? Képviselőnek ugye lehetősége van arra, hogy főleg hétfőként különböző műfajokban kérdez az illetékes minisztereket. Most már egy mellébeszélésből szerintem világrekordot állíthatnának fel a Fideszes és a KDNP-s honatják, illetve honanyák, mert ők is vannak páran. De ha megfogják őket, akkor utána mi történik? Egy ilyen helyzetben, amiben most van az ellenzék, annál inkább kitartónak kell lenni, mert hogy pontosan az a kormánypártoknak a szemlélete, hogy el akarják kérni, hogy kicsinek és gyengének érezzük magunkat. Ezt nem szabad hagyni, az összes jogosítványunk megvan. Nem akarom Széchenyit idézni, de tényleg ahogy veszik el az összeset tőlünk, annál inkább amink van, azzal kell harcolnunk. Szerintem ez a nyertes hozzáállás egy ilyenben, és előbb-utóbb ennek meg lesz az eredménye. Nem adjuk el az országot, nem adjuk el a jövőnket. És az önök árulását látva még keményebben és még kérlelhetetlenebből fogunk dolgozni egy megújuló Magyarországért. Érdekes, ugye említette azt, hogy civilkedett. Akkor az emberek ott van, velük van, elhiszik azt, hogy rajtuk akar segíteni. De a politikusoktól mennyire hiszik el ugyanezt, hogy ők ugye azért vannak, hogy segítsenek? Szerintem... De hogy hogyan állt erre a dologra át? Én nem szeretnék olyan politikus lenni, mint ahogyan most a politikusokról gondolkodnak. Tehát ilyen szempontból én nagyon sokáig azt a szót, hogy politikus vagyok, én ezt ki sem bírtam mondani. Mert mindig azt mondtam, hogy képviselő vagyok, de azért, mert a politikus az már egy ilyen szitok szó lett Magyarországon, hol ott lehetne ezt jól csinálni, és én szeretném is ezt jól csinálni. De néha nem érzi lehetetlen küldetésnek? Gyerekkoromban az asztalomra ki volt írva egy motto, és az az volt, hogy akinek nincsenek elérhetetlen álmai, azoknak az elérhetők sem teljesülnek. És ilyen szempontból én mindig egy kicsit szeretem így túllőni azt, hogy mi tartozik a realitásba, de ilyen szempontból az a pozitív élményem van, hogy a legtöbb teljesül. Tehát meg van még bennem egy ilyen nagyon erős nem tudom, elköteleződés, hogy Én szeretem, hogyha egy ilyen pozitív jövőkép az, ami befolyásolja az életemet. Tehát én szeretem azt elképzelni, azt a Magyarországot, ahol szélerőmű farmok vannak, ahol a helyi gazdálkodók a földből megélnek, ahol olyan tejet lehet venni a boltokban, ami iható és finom, és az abból keletkező haszon az ott tud maradni a kis térségben. De nem fél attól? Vagy lehet-e bármi is a füle mögött, amit elővehetnek? Nincs kétségem, ha nincs, akkor csinálnak. Tehát ezek a módszerek, amik most így elharapóztak Magyarországon és begyűrűztek a közéletbe, ezek senkit nem kímélnek és nem is fognak kímélni. Itt tessenek kutakodni. Jó, az az én teásbögrém. Igen, tehát ezt mondjuk így együtt a stábbal csináltuk. Igen. De nem gondolta azt, hogy egyébként kéne stylistot alkalmaznia? Ezt felajánlották már nekem. Volt, aki levelet írt, és mondta, hogy mindenképpen, mert ez borzalmas, amit így előadok. Tehát ha most azt mondanák, hogy legyen miniszterelnök, bevállalná? Ahhoz az LMP-nek kormány. Bevállalná? Az a pártomtól függ, pártpolitikus vagyok. Nekem egészen addig semmi problémám nem volt ezzel a kérdéssel, hogy nőként kell férfi telepen helytállnom, amíg politizálni nem kezdtem.